Sziasztok, szeretnénk értékelni az idei Superbody-t. Én, mint bíró értékelem, igazából az Open meg a GP kategóriát szeretném a legjobban kiemelni, mert nagyon hálátlan volt a feladatom, ugyanis ki kellett jelölnöm a top 10-et Openbe, és 8 versenyzőt kellett kiraknom, hogy akik egyértelműen nem kerültek a top 10-be, de ez nem volt annyira egyértelmű. A 18 versenyzőből 15 versenyző az olyan szintű versenyző volt, hogy bármikor a régebbi Superbodykon, amikor esetleg jobban fel volt osztva az Open vagy Open 2-re, bármikor dobogósak tudtak volna lenni a top 10-ből, meg bármelyik versenyző bármikor top 2 tudott volna lenni egy Superbodyn, sőt, kimerem jelenteni, egy világversenynél is magasabb szintű volt az idei Open mezőny. Egy világbajnokságon sincs ilyen színvonal, nagyon sokszor, ritkán van, de sokszor nincs. Egy amatőr olimpián az első 10 a jelenlegi Superbody Open versenyzők közül bármikor amatőr olimpián top 3 tudna lenni Európában. A GP is nagyon szoros volt, a Dudás és a Molnár Peti és a Berezki közt dőlt el. Megmondom őszintén, bíróiként, mivel mindhárom olyukat nagyon kedvelem, mint sportoló, nekem ez egy nagyon fejfájdító és lelkileg megerőltető pontozás volt, mert korrekt döntést akartam hozni, nem akartam elfogult lenni, és nem minden fél percben másképp gondoltam, hogy ki a jobb. Attól függ, milyen fénybe álltak, attól függ, előrébb vagy hátrébb voltak, attól függ, milyen pozról volt szó. Nem tudtam eldönteni, hogy ki a jobb. Végeredményben ugye a Molnár Peti jött ki győztesnek, második Berezki Krisztián, harmadik Dudás Ádám, de ez lehetett volna teljesen másképp is. Lehetett volna Dudás Ádám első, vagy a Berezki első, és össze-vissza, és mindegyik rá is lett volna valamilyen szempontból. Az biztos, hogy ma nem volt olyan győztesünk, bárki nyert volna, akire azt tudtuk volna mondani 10-ből 10 ember, hogy na, neki kellett nyerni ma a Superbody GP-t, mert valakit Berezki látta jobbnak, valaki Dudás látta jobbnak, valaki a Molnár Petit látta jobbnak, és nem volt egyértelmű. Önmagához mérten a Berezki Krisztián hozta élete legjobb formáját, ő volt a legkimagaslóbb magához képes mérten, de a Dudás Ádám meg a Molnár Peti olyan genetikai adottságokkal rendelkezik, amit nehéz überelni, de nyerhetett volna a Berezki is szerintem, de így alakult a dolog. Nagyon nehéz és lelkileg megerőltető volt bírónak lenni. Ennyi a Superbodyról. Lényegében, amit látjátok, nekem az Open és a GP kategória határozta meg a lelkiállapotomat és a gondolataimat és az érzésvilágomat az idei Superbodyval kapcsolatban. Tehát ez egyértelmű, hogy miért? A színvonal miatt, meg amiatt, hogy nagyon sok olyan versenyzőt kellett kiraknom a top 10-be vagy a top 6-ból, aki egyébként nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó versenyző volt. És egyébként például Openben nem is azokat, az volt nálam a top 10, aki valójában lett. Két ember teljesen más volt, tehát mindenki másképp lát mindent. Ez az én véleményem. Nekem amúgy az első sokhatás ugye az újonc kategóriát bértek, az újonc kategóriát megnyerte. Próbáltuk Bélával rábeszélni, hogy GP-be induljon el, de már akkor eldöntötte, hogy nem fog sajnos. Ő egyszerűen sokkoló fizikumot hozott az újoncba. Én úgy gondolom, hogy ő nem odavaló volt, bár ő Rittig állította, hogy még nem jó, még nincs izomtömege. Örülök neki, hogy így gondolja, mert az jót jelent, hogy nincs elszállva magától, de megígérte, hogy vagy jövőre, de ha más nem, akkor két év múlva a GP-be fogjuk újra látni. Vagy ha más nem, kegyetlen, tehát sokkal, hogy felálltak a színpadra, jó, tehát az volt az a kategória, tudtad, tehát minden szívzerej nélkül. Így van, ott nagyon fölényesen nyert. A másik az Open, én annak örülök ilyenkor, hogy már nem versenyzek amúgy. Tehát olyan katasztrófa volt az Open kategória is, hogy hihetetlen. Tehát felálltak a színpadra, és mindenki jó volt. Nem tudom hányan, 16-an, 8-an. 18-an voltak, és abból 15 nagyon jó volt. Kegyetlen jók voltak. Ugye jött a GP kategória, ami nekem egy kicsit ugye
Amúgy is a szívemhez áll közel, mivel nekem nem jött össze, bíztam benne, hogy a barátomnak össze fog jönni, ugye Berecki Krisztiánnak. Én nagyon szorítottam érte, talán jobban, mint az én szuperbadimon, de valamiért úgy látták, hogy nem jó. Ebből már volt egy kis beszélgetésünk az előbb. Én 100%-osan Krisztiánt láttam jobbnak, ezt kimondom, nem bánom, hogy ki mit gondol. Én nem tudom, most Krisztián jó formát hozott, jó volt a színe, jó pózolt, oda tette magát. Én sajnálom, hogy nem ő nyert, de bízok benne, hogy még azért neki fog futni a GP-nek, mert ott van benne a GP kategória. Úgyhogy hajrá, Berecki! Fizik kategória, nem ejtettünk szót, azt még szeretném kiemelni, hogy ott is borzasztóan erős színvonal volt, ott is centire úgy lett az első hat, hogy én pontoztam, tehát igazából úgy érzem, hogy nagyjából jól láttam azt a kategóriát bíróként, ugye, mert most én bíróként beszélek itt a nézőknek. Superbadyhoz méltóan a bikini kategóriák is nagyon színvonalasak voltak. Ugye, mint tudjátok, hozzám a bikini kategóriák állnak legközelebb. Nehéz volt pontozni. Én úgy gondolom, hogy a top 6 az bármelyik nemzetközi prókvalifikációs versenyen megállná a helyét. Nagyon fontos bikini kategóriánál, hogy komplexek legyenek a versenyzők, tehát nem csak az izmos, száraz külső a lényeg, hanem hogy a megjelenésük is nőies maradjon. Úgyhogy mi ez alapján pontoztunk ugye összességében a top 3-at, és az első helyezettek is nem hiában azok a lányok lettek, akik valójában lettek, hiszen mégiscsak egy bikini, egy nőies kategóriáról beszélünk. Részemről a bikinén pont úgy lettek a helyezések, ahogy én pontoztam, nem tudom nálad, hogy volt nekem, de pont centire ugyanazok lettek a helyezések, ahogy én pontoztam. Ugye Szabonikinek is láthattuk a produkcióját, aki, ha jól tudom, jövő héten fog újra színpadra állni. Nagyszerű volt látni Nikit most csúcsformába, Muscle Beach-en is nagyon-nagyon jó volt a produkciója, de azért valljuk be azért így, hogy a formájára is most már ugye időzített, így még jobb volt látni őt a színpadon. Én mondtam Nikinek, hogy ha nem tudja megcsinálni a produkcióját, én szívesen bevállalom, ruhát felhúzom, és ha egy kajakra meg tudtam volna csinálni, és nem hiszi el nekem. Olyan volt Tóth Dani pózolás, ami hát meglepően jó volt, mert olyan formát hozott, hogy akár fel is álltott volna ezen a napon a színpadra. Kétség kívül, hogy jelenleg ma Tóth Dani Magyarországon a legjobb testépítő, és nagyon-nagyon jó a formája. Ugye vannak alapstruktúrális hibái, de ahhoz képest ő mindig kihozza a maximumot, és úgy érzem, hogy mindig reálisan első 5-6-ban van a versenyeken, és ha sors egy kicsivel vétnyabb derekat, meg egy kicsit nagyobb feszítőt adott volna neki, akkor Mr. Ömpi induló lenne már most azonnal, de reméljük majd talán, hogyha szerencséje van, így is az lesz. De ami fő szempontom, miatt nagyon szeretjük a Danit, az a személyisége, hogy végletekig alázatos és szerény, és nagyon kellemes személyiség, és szorgalmas, és családapa, és folyamatosan dolgozik, edzést csinálja dolgait, és ez nagyon szimpatikus nekem. Brandon Curryről már nagyon sokat beszéltem a social médián, hogy nekem ő testesíti meg a genetikailag tökéletes Mr. Olympiát, mert nagyon jók az arányai, és mint személy és személyiségre is nagyon kedvelem, mint ember, bár nem ismerem olyan mélységekben, mint amennyire mondjuk egy barát ismeri a barátját, de amiket látok belőle, és amik személyiségeket én észrevettem rajta, azok alapján egy kívül-belül bajnok személyiség.
ami számomra ugye a legkellemesebb volt meglepetés, ugye, hogy Bani fölment a színpadra, és megemlékezett ugye Oziról egy nagyon jó összeállítást, és beszélt egy kicsit az életéről, meg a karrierjéről. Nekem az, nem tudom, az egy kicsit tényleg szívenütő volt, úgyhogy ez egy nagyon szép gesztus volt. Úgyhogy nem tudom, nekem ez volt a legmeghatározóbb a Superbuddy-n, ez egy nagyon jó dolog volt. Igazából egy nagyon erős, nagyon színvonalas Superbuddy-t láttunk az idejében. És jövőre mindenkit várunk Superbuddy-ra. Sziasztok! Sziasztok!